Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója alkalmából tartottak egésznapos ünnepséget Kálban. A megemlékezés a település templomában szentmisével kezdődött. A szentmise főcelebránsa Kós Ede, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium spirituálisa hangsúlyozta, hogy szülőknek, pedagógusoknak, papoknak egyaránt közös felelőssége a következő nemzedék megfelelő munícióval ellátása, hogy a jelen és a jövő zűrzavaros kihívásai közepette is megfelelő értékrenddel rendelkezzenek. Ebben Gárdonyi példát mutat nekünk, nem csak számos művével alkotott maradandót, hanem igaz hívő is volt, fogalmazott a lelki pásztor. Az ünnepi megemlékezés a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola aulájában folytatódott, ahol a Gárdonyi emlékét őrző települések polgármesterei megkoszorúzták Gárdonyi emlékművét. Nálunk a hagyományápolása, a Gárdonyinak a Gárdonyi kultusz ápolása az folyamatosan azóta is van. Minden évben nagy rendezvényt fűzünk e köré a dolog köré. Először egy nappal indultunk, most már 3 napos ez a rendezvényünk, ahol felvonultatunk nagyon sok komoly előadót, professzorokat, irodalomtörténészeket, és talán az egyik legnagyobb, sőt, mondhatnám azt, hogy a legnagyobb ilyen jellegű típusú rendezvény az egész országban. A művelődési házban Morvai János Kál polgármestere köszöntötte a vendégeket. A kápolni csata emlékére most már több éven keresztül itt szoktunk egy csata jelenetet rendezni, Kápolna, Kál településeken, és ugye tudjuk azt, hogy 1848-49-es szabadságharc idején Gárdonyi édesapja Ciglár Sándor őkosút fegyvergyárosa is volt, és így jön ez a emlékezés, így jön ez a visszaemlékezés Gárdonyi Gézára. A helyi általános iskola diákjai Gárdonyi Egri csillagok című regényének legismertebb részleteit mutatták be a közönségnek. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A várfeladásáról sem szót nem ejtek. A várfeladásáról sem szót nem ejtek. Keller Péter, az író dédunokája, háláját fejezte ki, hogy ilyen fontosnak tartják Gárdonyi életművének őrzését. Rámutatott, hogy a magyarság, az istenhit, az ifjúság és a jövő miatti aggódás és elkötelezettség vonul végig Gárdonyi Géza művein. Gárdonyi üzenete a mindent vagy semmi. Tényleg akkora kihívás előtt áll ma a társadalom, a magyarság, éppen a napokban, hogy a háborús helyzet is, hogy nagyon el kell az embernek gondolkozni, hogy most választja mindent, az örököt, az istenit, vagy pedig sajnos választja semmit. Az, hogy itt lehetünk tényleg egy ilyen centenárium emlékév megnyitóján, egy iskolában, gyerekek között, egy katolikus iskolában, az azért az embernek valahol vigaszt és örömet és reményt ad, hogy van jövő, sokan fogják választani a mindent. A megemlékezések, beszédek mellett Terék József tárogató művész rövid koncertjét hallhatták a jelenlévők.